Rögtön a gimnázium után bekerültem, hogy nem volt egy éves üres járatom, meg semmilyen, nem rögtön felvettek. És akkor döntöttem úgy, hogy ez lesz, amikor a nővéremmel átbeszéltük, hogy ő neki milyen volt képzős élet, vagy az ottani élményei. És ezek után így arra gondoltam, hogy nekem is ez lesz a jó. És mit jelent neked képzősnek lenni? Hát biztos, hogy más, mint más szakoknak, más szakon tanuló diákoknak, vagy művészhallgatóknak, mert egy ilyen elég hibrid dolog szerintem a képzőművészetelmélet tanszéken tanulni képzősként. Képzősnek lenni, kreativitást, szabadságot, és egy másfajta gondolkodásmódot, szerintem. És miben változtatta meg az életed? Nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztam, és egyértelművé vált, hogy amit elképzeltem, az itt megvalósítható. Rendben, akkor trauma első év. Nagyon furcsa érzés kikerülni egy gimnáziumból, egy nagyon kötött oktatási rendszerből, és aztán egy egyetemi oktatásba integrálódni, úgyhogy azt hiszem, hogy az első fél évben a képzőművészetén nem is nagyon tudtam a különböző órákon koncentrálni, mert ez a másfél órás újfajta óraidő, az szemináriumok, az előadások, ezek egy teljesen más forma, mint amit eddig megszoktam. És például azt hiszem, hogy az első egy évemben a szemináriumi órákon folyamatos probléma volt, hogy nem merek megszólalni, ami azért más, mert nyilván egy egyetemen azt várják tőled, hogy kommunikálj, beszélgess, és mondjuk a gimnáziumi oktatási rendszerben nem ez volt az, amit elvártak, és nagyon furcsa volt az, hogy ez mostantól így lesz, meg igazából ez lett volna eddig is a jó forma, és egy kicsit ilyen traumatikus élmény volt az, hogy okay, akkor megtanulni kommunikálni újra órán belül is, vagy tanárokkal is. De azt hiszem, hogy most arra ez így működik.